Na hát jó reggelt kívánok mindenkinek, Barcelona AP7 körül vagyok, megrakottam, Olaszország két lerakón van, és most itt szopok a dugóban, Becsei Zoli előttem van egy pár kilométerre, azt mondta, hogy Lahonkéraban találkozunk. Már előre szólt, hogy dugó van, menjek a jobb sávba, bal sávba, azt sem tudtam, hol vagyok, hova menjek, mit csináljak, és most itt állok a dugóban. Na, úgyhogy ez van, megyünk Olaszországba, jó? Megszabadulunk ma Spanyolországtól, visszamegyünk a kúva melegbe. Csak ebből a dugóból kéne először kiszabadulni. Ez van jelenleg. Kettő paletta, megint ezeket a festékeket viszem. Csak most másik cégekhez Olaszországba. A Zolival már úton vagyunk, Franciaországban vagyunk, és megálltunk, mert bográs parti van. A Zoli is főzött egyet, meg én is a bográsban. Megmutatom, mi a különbség. A Zoli, ha jól emlékszem, tonhalas az enyém, meg bazsalikomos valami. Hát az enyém az ilyen, így néz ki. Hát az a különbség, hogy Zoli az mester szakács hozzám képest, én meg egy ilyen nagyon amatőr, lelkes, éhes ember vagyok. De most megmutatjuk a Zoliét, hát ha megmutassa nekem. Beköszönünk a Zolinak, hogy szia! Jó. Na utasd meg a kajádat, mert most kíváncsi vagyok, hogy mi a különbség az enyém meg a tiéd között. Ennyi. Mint ez egy tonhalas cucc. Sima rizsel, ugye? Ez meg az enyém, enyém meg ilyen előfőzött rófügy. Elhagytam, bazd meg előfőzött. Melyik? Kanalalat. Ne hülyeskedj. Mi anyag kanalat? Nem tudom, hova lett. Eltörölgettem meg minden, és nincs itt. Adsz egy mi anyag kanalat? Tudsz adni? Elhagyta a kanyalát, a bénája, szegény. Ezt most nem is hallottam, hogy a videóban látja, miket mondok. Na Zolika, szia! Mert úgyis elválnak útjaim majd. Te mész jobbra, én megyek balra. Ja. Adios, köszönök minden. Jó utat, legközelebb egy hétvégét Portugáliába. Videóban az elejét is. Ja, figyeld már, Zolinak milyen van? Bocsánat. Matrica. Elől, hátul, mindenhol. Na jó van, szevasz még egyszer. Ciao. Megyek utánad egy darabig. A verőfényes napsütést mondani, vagy mi a tökön volt ez, ahol most voltam. Végeztem, leraktam, hát Istennek. Fék 90, megyek tovább. 230 km Milánó, gyerekek. Ó, hát az utcalányoktól mentsen meg engem minden.
Ó, de jó, hogy megérkeztünk ma. Hát örülök, hogy örülsz, bakker. Te örülsz, hogy megérkeztünk? Elfáradtál, mi? Unalmas, elfáradtam. Ha, kemény. Jó, van, akkor aludj egyet. Ő fáradt el, hallod? Én dolgoztam, én vezettem, itt ütögét, lábát a lábát. Ezt elfáradt, hallod. Örülnek, hogy megjöttünk. Ha. Gyogyós. Hát, van, meg üldögélek itt Olaszországban. És bejött kettő szúnyog, na mondom, akkor beizzítom a szúnyog riasztót, ezt a szivargyújtósat. Ahogy hozzányúlok ehhez a... Most nem tudom, hogy hol van, hova tökönbe raktam. Úgy van nekem megoldva az álló energiám, hogy tudjak, tehát tudjak tölteni a telefonomat, hogyha nem mozog az autó, vagy egy ilyen dupla szivargyújtóval rákötve a munkaaksimra biztosítékam. És ebbe akartam, ebbe az egyikbe, benne van, egy másik elosztomban van a telefonom és a tablettem van rádugva, illetve hogyha megyek, akkor a GPS, ez a három van rajta. És ugye a másik szabad lukba meg, bele szoktam rakni, ez a földön szokott heverni, bele akartam dugni ezt a szivargyújtós szúnyog, nagyon fáradt vagyok, bocsánat, szúnyog riasztót. Ezt megmozdítottam, hogy beledugom, és egyszer csak hallom, hogy csat, kiment a biztosíték. Azt a következő pillanatban, ha akkor a füst lett az autóban, alulról elkezd jönni a füst, és figyelj, mi lett belőle. Leégett az meg, a műanyag róla. Úgy, ahogy volt, aztán lenyúltam, hogy kirántam, kiszakítom, hogy nehogy tűz legyen, nagyon megijedtem. Erre ráégett a kezemre itt egy ilyen sávban, nem tudom, látszik, teljesen mindegy, meg itt a kis ujjamra is ráégett egy másik. Még is lett a kis ujjam is, úgyhogy kibasztam ide a fűre. Aztán most kihűlt, úgyhogy meg tudom fogni. Majdnem kigyulladt az autó, gyerekek. És most nincsen álló áramom. Tehát most nem tudom tölteni a telefonomat. Beszadok rajta, de komolyan halott. Mindig van valami. Épp, hogy megettem az ebédemet itt délután.
13-ra 20 perc van, Milánó környékek, Mortal Lotto. Hol vagyok? Via Marce, Uscita, Seregno, Milánó mellett vagyok, megyek rakodni 8 km, Kecskeméten kell leraknom valahol, hétfő reggel, úgyhogy még megpróbál a főnököm valamit nézni, ezt most felkapom. Aztán nincs, akkor minden megyek haza, hétvégén otthon, hétfőn meg megyek le Kecskemétre akkor. Na, hát ez a menetrend. Jó? Jó, persze. A várostábla, amit szerettem volna mondani és mutatni. Itt van fent, hogy Lissone. Ez, közben kroslámpát kaptam. Szóval ez olyan hangulatos itt Olaszországban. Nagyon tetszik, nem tudok képeket mutatni és rögzíteni, mert nem megy a kamerá, mivel hogy nincsen töltési lehetőségem. Egyetlen egy maradt, és az pedig nem más, mint a GPS-em, hogy tudjon üzemelni, úgyhogy se a telefonomat nem tudom tölteni most, se semmi, mert ennyi, úgyhogy nem is fogtok semmit sem látni az útból, elmegyek rakodni, aztán megyek haza. Láttatok már Maserati hullaszállítót, bakker? Hát az nagyon kemény. Jó néz ki. Kiváltságban részesül, aki ilyennel utazik utolsó útjára. Kiugrottam a kocsiból, meg. Jó reggelt. Fél, Némeskút mellett ébredeztem. Ott van. Ez egy ekte eredeti Gémeskút. Hú, de jó. Látod? Na, figyelj. Hát ezt viszem. Ez megy Kecskemétre. Ez meg Sziget-Szent Miklósra. Hoztam növényt. Olyat is, meg ilyet is. Van itt minden lomtár, mi? Na, szóval még egyszer akkor jó reggelt itt a Gémeskút mellől. 8-as út van mögöttem, ahol elsuhan az autó. Mondtam, annyira jól érzem ezeket a dolgokat, hogy mikor jön autó. Lütyő! Lütyő! Tudod, mi az a Gémeskút? Na, Lütyő! Lütyő, tudod mi a Gémeskút? Tudom, hát. Játékos kút. Hallottad, mit mondott? Azt mondja, játékos kútban meg gémes, gamer. Tud angolul. Jó reggelt kívánok mindenkinek innen Sziget-Szent Miklósról. Ugye voltam Kecskeméten előjáróban annyit, hogy nem nagyon sikerült korán odaérkeznem. Kecskemétre este akartam elindulni, de hát nem sikerült, mert a kis táskám benne maradt egy másik autóban, rokonok voltak nálunk, és hát elvitték a táskámat egy 200 kilométerre. Este kiderült, úgyhogy szólnom kellett utána, hogy jöjjenek újra el hozzánk, és hozzák vissza a táskámat. Nagyon jó volt, mindenki nagyon happy volt, és mindenki örült, ennyi eszem van. Ó, mindegy, hajnal 3 körül, 2 körül voltam itt, 2:30 körül Kecskeméten, vagy ott Kecskeméten. Kecskemét lerakom, és sétálgatok a paletták között. Erre mi van itt? Egy döglött patkányban meg. Oh my god! És hát egyből bearanyozták a reggelemet, mert hogy meglátogattak engem régi ismerősök. Ugye az Elló csatornáról vagyunk páran, akik ilyen szorosabb kapcsolatban vagyunk. Szóval meglátogatott Tibi, ilyen traileres, illetve Smiley és az ő kislánya Lívike. Lívikével nagyon sokat beszélgettünk már így az ételben, meg küldözgettünk egymásnak ajándékot. És ilyen nagyon aranyos kislány, és nagyon csipem így a Smiley családot is. Meghívtak egy kávéra, köszönöm szépen, gyorsan ittunk egyet. Mi volt még? Vásároltak tőlem mágnest is. Úgyhogy, ja, jó volt, köszönöm, tényleg meglepetés volt, jó fejek voltatok, hogy eljöttetek, Lívike, puszi neked. Megyek vissza Pápára, mert elmegyek még gyorsan egy kis szervizelésre, azt akkor utána Ford következik. Tehát ez volt akkor az olasz kanyarnak a vége. Snit, ennyi. Köszönöm szépen. Szia, Lívike! Na, jó reggelt kívánok mindenkinek. Nagy szeretettel Veres egyházáról, mert hogy itt vagyok a GE nevezetű szuper helyen. Hát gyerekek, ezzel kezdődik a bejelentkezés egy ilyen. Ez miért lefele mutat? Várjál egy picit, mert le kell hajolnom hozzá. Na, szóval egy ilyennel kezdődik a bejelentkezés. Kell csinálni egy tesztet. Egy számítógép mutat egy videót, végig kell nézni. Majd utána a kérdések jönnek a képernyőn, és válaszolnod kell, hogy mit szabad csinálni, mit nem, mennyivel lehet menni. Parapapapam.
Aztán kinyomtat egy ilyen kártyát, amiért csinál egy ilyen idétlen fotót, úgy nézek ki rajta, mint egy hülye, majd megmutatom. Na mindegy, most megyek be, akkor azt mondták, bemehetek rakodni. Megyek Hollandiába, Amsterdamba, úgyhogy most ez fog következni. Gyorsan bemegyek lerakodni, vagy felrakodni, jó? Aztán majd kiderül, hogy mit és hogyan. Na, gyerünk be, egy helyet hallod. Őrületes tempót diktálok, 20-al lehet menni a gyárban, és azt mondta az őr, hogy vannak sebességmérő kamerák, úgyhogy tartsam be, mert megbüntetnek. Na, a hármast kell keresnem különben. Végig kell menni az egész gyáron, gyakorlatilag mindent látunk most itt. Egy ilyen tárlatvezetést kapunk itt a gyáron belül, hogy mik találhatók itt bent. Na hát én még megyek tovább, ez még nem az. Ez itt az egyes pont, nekem a hármas kell, ha minden igaz. Na, megyek tovább, oké. Román kolléga dolgozik, vadul. Ciao. Van 2 fok van, végre jó idő van. Remélem jó fele jövök. Most be kéne mennem. Így, itt is sorompó, sorompó. Benne a gyáron belül sorompók vannak. Ez olyan, mintha valami titkos atombunker, atomgyár lenne. Szöges drótokkal, minden szarokkal elcseszett egy helyez. Ez fingom nincs, mit csinálnak ahol itt. Vagy mit gyártanak. Ez a 2-es pont. Nekem mennem kell a 3-asra, úgyhogy még itt elmegyek balra akkor. Micsoda szerkezetek vannak itt, bakká. Na, akkor nézzük, hol a hármas. Persze a hármas, hol a legtöbben vannak, van meg, az a hármas. Ja. Na, Veresegyháza, ugye most még várom ki a papírokra, de Veresegyházáról 2 dolog jut eszembe. Megyek a papírre pillanat. Na, kijöttem a gyárból most már, itt vagyok kint, megkaptam minden papírt, 1440 km innen Amsterdam Veresegyházáról. Amíg vártam a papírokra, megszólítottak hátulról, Szalai István volt, köszönöm szépen, hát egy pár perc beszélgetés volt, csináltunk egy fotót, tarám! István elment jobbra, én meg most akkor megyek balra, megállok még itt a Lidlibe. És akkor nekicsűrjük a dolgokat, hát 10-10-10-10 reggel kéne lerakodnom. Amsterdamban most nem állnék meg, akkor hajnal 3-kor ott vagyok, de most még meg kell állnom ugye. Itt is, tankolni is, ott is, él mindenhol, úgyhogy egy pár órám ez így el fog menni a szöszmötölésekkel. Na mindegy, elindulunk, jó? Akkor gyere Amsterdam. Na aztán egy kicsit szét vagyok ám csúszó, mert hogy már itt vagyok a Lidlinél. Jó van, és elfelejtettem mondani.
Amit akartam igazából eredetileg, hogyha veresegyháza, akkor kettő dolog jut az eszembe. Egyrészt a medve otthon, láttam a táblát, de hát nincs időm arra, hogy bemenjek, pedig megnézném nagyon szívesen. A másik pedig nem más, mint a veresegyházi asszonykorus. 80-as vagy 90-es években, vagy mikor volt egy Zizi Labó nevezetű zenekar. Hát úgy tudom jellemezni, hogy majdnem jó volt, de azért inkább szar. És abban volt egy asszonykorus, ami énekelt, szerintem kritikán alul volt, de hát mutatok egy részletet. Na hát ilyeneket kellett fiatal korunkban elszenvedni. Na, gyerünk akkor, ja, Janicsák volt a vezetője ennek, aztán feltűnt egyszer a lánya is, a Janicsák Vera valamelyik tehetségkutatóban, egy darabig itt parolázott, aztán az is eltűnt a francba. Nem tudom, mi lett vele, mondjuk jó énekes volt, vagy lehetett volna, én szerintem, hogyha valaki olyan nótákat ír neki. Na, szóval ez volt akkor a Janicsák család innen Veresegyházáról, bár nem biztos, hogy ide tartoznak, vagy ide származnak, de az asszonykorus az igaz. Na, ezt akartam akkor. Még mindig van 1440 km-en, sem minden változott. Van meg, de sit a nap hallod. Na, jó reggelt, Amsterdam. Itt vagyok a Conakry vegbe. Conakry veg. Tök nem se tudja. Nagyon keveset aludtam, 3 órát itt voltam, 5:30-kor lefeküdtem. Tímzom, megyek a gyárba, túl sokat nem láttok valahogy, mert szembesült a nap, úgyhogy mindegy, nem is lényeges. Mehetek a 23-asra, kijött egy srác szólni. Hát, az van, hogy mire előkapartam volna a kamerát, majd csávókám jött is a targoncába, úgyhogy nem tudtam fölvenni még azt sem, hogy ki hozza, vagy kiveszi a targoncával az egy palettát, vagy az egy dobozt, amit idehoztam. Figyelj, az van, hogy közben kaptam munkát, úgyhogy átmegyek Belgiumba 250 kilométert, és megyek haza a Diósdra. Úgyhogy hát ennyi volt ez a kanyar, kész, vége, megyünk szabadságra. Nem tudom, mi csinál, ez csak egy ilyen, ez az utazás csak így be sluttyattottam ide, akkor jó, ez semmit nem tartalmaz. Azt hittem legalább, hogy a hétvégét így kimaradok talán, hogy mondjuk Amsterdamba, és akkor itt kicsi sétálgatunk volna a városban, hogy nézzük volna a holland csajokat, de hát itt semmi, megyek rakodni, aztán gyerünk haza. Na, hát akkor szevasztok! Látod, a hollandok milyen kultúráltan vezetnek? 100-al lehet menni autópályán, általában 6, reggel 6-től este 6-ig, vagy 7-ig. És nézd meg, mindenki betartja. 95 és 100 között megyünk, senki nem száguldozik. Itt nem látsz olyat, hogy elrobog valaki melletted 130-al. Olyan kultúráltan csinálják a dolgokat. Hát bakker, lett még egy ilyen brüsszeli felrakásom az előzőhöz, bár azt még nem vettem fel, úgyhogy bejöttem először ide Brüsszelbe, és akkor az egy paletta Budapestre megy,
És most elmegyek akkor a másikért, az innen 50 kilométer. Ja, hogy 54, nem tudom merre kéne menni. Na, menjünk tovább. Na, ez már az M1-es, itt egyes halom után, most már csak egy ilyen 60 kilométerre vagyok otthontól. Megelőttem egy román tréleres, és hát elképesztő, mik vannak az autójára fölpakolva. Szóval azt akarom ezzel mutatni, hogy én hálát adok ott a föntieknek, hogy a magyarok nem ilyen járgányokkal járnak, tehát nem hordanak ennyi szemetet össze, nem lehet látni őket. Én, ha román lennék, biztos, hogy nagyon-nagyon égne a pofámon a bőr az ilyen szállítmányok miatt, hogyha meglátnám, tehát így egyfajta ilyen életképet ad Romániáról, amiket így látsz autók, amiket visznek be, egy látlelet az országról, és hát mindjárt mutatom, ha utol érjük. Egy autót az biztos visz meg, aztán, amit ott fölhalmozott az autó elé, még embertelen, de komolyan. F-U-C-K. Na halló gyerekek, augusztus 23-a van, és hát lehúzták a rolót, ami azt jelenti, hogy nézd ide, pakolok ki az autóban. Bejelentette a cég, hogy befejezés, nem folytatja tovább a vállalkozást, ezt a fajta vállalkozást, a furgonozást. Arra, hogy ez most etikus, vagy nem így lehúzni a rolót, azt én nem tudom, és nem is vállalkozok rá, hogy ezt most így ecseteljem. Én úgy érzem, hogy nem is nem korrekt dolog egyik napról a másikra az embert arra kötelezni, hogy pakoljon ki az autóból, és vigye vissza, mert bezár a cég. Nyilván ilyenkor is kéne valami felmondási idő. Érdekes módon ezt fordítva szokták kérni a cégek, hogy akkor a felmondási időt ezt a sofőr teljesítse. Hát itt meg nem. Na, mindegy, ez van gyerekek, úgyhogy kipakolok az autóból, és akkor ezzel a kis Opelkával az én életem véget ér. Hogy hol folytatom, azt nem tudom. Most jelen pillanatban ez van, hogy ki kell pakolnom, holnap vissza az autó. Aztán majd kiderül, hogy folytatódik-e a szilis furgonos dolog. Na, srácok, az utolsó út ezzel a RER 368 Opel Movanoval befejeződik. Babám itt jön mögöttem valahol, most viszem vissza az autót. Hát nem mondom, hogy túl boldog vagyok. Na most lett valóban igaz a mondás, amit szoktam írni, és kitaláltam, hogy szili furgonnal ma itt, holnap ott, az anyós ülés mindig szabad. Gyakorlatilag teljesen üres az anyós ülés, úgyhogy valóban szabad lett. Na, majd jelentkezem a fejleményekkel, hogy mi lett belőlem.